Különböző ábrák, szövegek rondítják Cegléd emeletes házait, így a városvédők kitűzték célul, hogy megtisztítják és lefestik ezeket a falakat. Folytatjuk a városvédő és szépítő munkánkat, és nagyon örvendetes az, hogy ebben a legfiatalabbak komoly részt vállalnak. Most ennél az épületnél, itt nagyon ronda kiírások vannak, mind a két végét, itt a Spár melletti garázsokon megjelentetett, szerintem ceglédi vademberek vagy személyiség sérült gyerekeknek az irkafékáit fogjuk eltüntetni. A városvédő akciókban a fiatalok is aktívan részt vesznek, hiszen jó érzés számukra, hogy szebbé tehetik az épületeket. Szeretjük a tisztaságot elsősorban, szeretjük, hogyha valami szép, és nincs ráfirkálva semmi. A város tisztasága szerintem mindenkinek fontos, mert hogyha megnézzük az embereket, ügyelnek a tisztaságukra nagyon. Fehér Lili már régebb óta tagja az egyesületnek. Nekem volt iskolámban, mondták, hogy van egy ilyen városvédő egyesület, és gondoltam, megnézem, milyen lehet. És hát nagyon megtetszett, és most már második éve vagyok tag. Az egyesület már 30 éve működik, ez pedig egy különlegességgel szeretnék majd megünnepelni, mondta az elnök Kocsis István. Egyik legfontosabb szép elképzelésünk, hogy jövő május 8-áig elkészül a Porbangó köztéri szobor, és a polgármester úr, az alpolgármester asszony vevő rá, hogy 8-án vagy ténylegesen, vagy jelképesen átadjuk, 30 évesek vagyunk. Mi ezzel ünnepelünk, és a szeretett védett városunknak ezt adjuk ajándékba. A városszépítő akciók rendszeresek, melyek példát mutatnak az egész városnak.